A Gárdonyi nap ünnepséggel kezdődött az általános iskolában. Kothenc Edit tanárnő által szerkesztett műsort hallgathatta meg a közönség, majd a koszorúzást követően Mayer Gábor intézményvezető ünnepi beszédében megemlékezett Gárdonyi Géza devecseri munkásságáról, emlékének méltó megőrzéséről, és egyben köszöntötte az elsős kisdiákokat, akiket a 8. osztályosok a Gárdonyi jelvény feltűzésével jelképesen is igazi gárdonyissá avattak. Iskolánk névadójának, Gárdonyi Gézának földi élete 95 éve október 30-án ért véget. Fejfáján végakarata szerint ez áll, csak a teste. A teste közel egy évszázada nyugszik az Egri várban, de szelleme itt él közöttünk, hiszen ismerjük, ezért szeretjük, olvassuk alkotásait. Lírai műveivel személyének három vonását idézzük most fel. A szerető, gondos édesapát, a rovarokat és a növényeket szenvedélyesen szerető és azokat kutató tudóst. Levél fiamnak. Részletek. Küldöm a levelet Somogy vármegyébe, Somogy vármegyének kellős közepébe. Vigyék el Győrökbe, de nem a kántornak, hanem a fiamnak, Gárdonyi Sándornak. Szerbusz kisbarátom, tejfeles jó napot! Szeretném tudni, hogy levelem hol kapod? Rétene, kertene, avagy a horogban? Hol verébként fürdöl a sárga homokban? Avagy a szederfán, melyre létrán mászol? S tenyered és orcát hamarosan gyászol? No de pajtás, nem is ott vagy éppen, a tavacskát méred most a falu végem. Pompás kis sár az ott az itató körül, aki térdig jár benne, a lelke is örül. Ott törültem, pajtás, én is vagy 20 éve, s megesettem néha, hogy nem kaptam érte. Pedig hát tudod-e, mi újság, barátom? Ma dobolták Pesten, Cinkotán, Karádon, hogy csak 5-öt alszik minden apró magyar, aztán az 5. reggel, ugorj hamar, vége a labdának, versenyfuttatásnak, s főképpen a boldog mezítlábjárásnak. Az iskola ajtót immár kinyitották. Azért hát, kis pajtás, még az 1-2 napig úgy mulas, hogy vízbe soha se essél nyakig. S úgy másszál, hogy némi lábad is maradjon, és minden bugyogott széllyel ne szakadjon. A 4. napon incs búcsút faludnak, a jó cimboráknak, kerteknek, kapuknak. Várlak Budapesten sok okos tanáccsal, s főképpen egy szörnyű nagy mézes kaláccsal. A bogár. Krizomella fastuosa.
ablakomnak külső párkányára leszállt egy fényes kék aranybogárka. Messziről jött, és itt most megpihen. Szárnyát bevonja, s rám néz szeliden. Rám néz, s bámul. Mit gondol magában a kisbogár az ember ablakában? Tán ezt gondolja? Íme itten áll egy óriás nagy fekete bogár, egy nagy bogár, ki kőben éldegél, s nincs szárnya se, csak mászik mendegél. S én gondolom, mi boldog-e kis élet, csak véletlen, hogy a városba téved? Az erdőség az ő igaz hazája, a lomb, a fű, a virág a tanyája. Bú nélkül él, békén függetlenül, minden övé, ahová települ. Pénz néki nem kell, se más földi kincs, barátja sok van, ellensége nincs. Hása kell néki, ha eljő az éj, a sátra lomb, az ágya falevél. Reggel, ha ébred, inni, fürdeni, egy tiszta harmad csepp is elég neki. Ebédje nyitóvirág mészpora, díványa annak, sejme básonya. Ott szundikálja délutáni álmát, hallgatja kedvel a madárdalárdát. Vajon mi hozta ezt a kis bogárkát? Mi gondolat, hogy éppen ide szállt? Tám benne is van vágy és akarat? Próbálni, látni új világokat? Vigyázz, kis boldog, messze el ne szállj! Az ember is, ez óriás bogár. A zöldben élt valaha réges-régen, függetlenül, csendben és békességben. De vágya támadt látni új világot, s ment-ment elhagyva fát, füvet, míg végre követ közé rekedett. S küzdelmes élet örök rabja lett. És üldögélőn csendes szótlanul, a nap kisüt a fellegek alul. Megmozdul, fölnéz az aranybogár, szárnyát kibontja, s dongva tovaszál. Botanika. Kisasszony, tudja, mi az a szép virág? Mi nálunk mécsvirág? Hát ez a kis sárga? Mezei boglárka. És ez a szép piros? Ezt nem ismerem. Kár, ennek a neve égő szerelem. Most pedig a koszorúzás következik, itt a mellszobornál, és a domborműnél is. Maradjatok csendben a helyeteken. Az idei gárdonyi megemlékezés az író halálának 95. évfordulójára emlékezik, október 30. Iskolánkban és Devecser városában egyre több emlékhely jelzi Gárdonyi Géza egykori jelenlétét és munkásságát. Ezeket röviden felsorolnám. Az iskola, a kisiskola oldalán a dombormű Vörös János készítésében 1936-ban készült. Ez a mellszobor, ami itt látható mellettem, Koroncsik János 1973-ban készítette, és sokan emlékeznek rá szerintem, hogy ott szemben a parkban állt még egészen 2011-ig, azután pedig 2014-ben lett áthelyezve ide a Petőfi tér 11-es épület elé. Lesenyei Márta domborműve a katolikus templom falán 2002-ben készült. 2004-ben Simon M. Veronika két gárdonyi portrét adományozott a Gárdonyi Géza iskolának, és egy ugyanilyen gárdonyi napon lettek ezek a porték átadva. Simon M. Veronika készítette iskolánk kékfehér címerét is, biztosan találkoztatok vele honlapunkon és egyéb rendezvényeken. 2010-ben jelent meg Cejli József tanárról Gárdonyi Géza és Devecser című kötete. Reméljük a következő évfordulóra a következő már készült tanárról. 2013-ban az iskola épületben emléktáblát helyeztünk el az író születésének 150. évfordulóján. 2014-ben iskolánkban gárdonyi emlékszobát avattunk, amit minden vendégnek természetesen megmutatunk, és ma is nyitva áll a látogatók előtt. 2017-ben az idén a városjáhatás 20. évfordulóján Devecser gárdonyi település lett, melyet tábla is jelez. A benzinkúttal szemben, hogyha jártok, akkor megnézhetitek ezt a táblát. Iskolánk névadója Gárdonyi Géza, rövid devecseri munkássága és élete során
példát mutatott nekünk, mint a lámpás világított és világít ma is. Példát mutatva minden devecseri tanárnak és diáknak. Tanítóként Gárdonyi Géza a következőket fogalmazta meg tanításról, illetve gyermekek szeretetéről. A gyerek az öröm, a reménység. Gyönge testében van valami világi, ártatlan lelkében van valami égi. Egész kedves valója olyan nékünk, mint a tavaszi vetés. Ígéret és gyönyörűség. Ezekkel a szavakkal zárom a mondandómat. Köszönöm, hogy meghallgatta. És vannak új pedagógusaink, és őket is szeretnénk az igazi gárdonyisok között tudni. Ezért én, mint az iskola vezetője, szeretném feltűzni a gárdonyi jelvényt Kothencedit tanárnőre, úgymond. Nem tudom, hová tűzhetem. Kovács Gyuláné Erzsi nénire. Kaposiné Szita Márta tanárnőre. Hova? Jó, aki még új pedagógus és nincs közöttünk, Schulz Jennifer, ő nincs itt, úgy gondolom. És szerintem Rémai Laci bácsi, ő már tanított nálunk, ő sincs itt, ő is más településen dolgozik. És akkor egy régi új tanárunk is van, Kovács Krisztina, őt is kérném ide. Ünnepséget követően az alsó tagozaton projektnapot tartottak, a felső tagozatosok gárdonyi vetélkedőn vettek részt.